Nincs szerep nélküli település, és nincs feladat nélküli ember, mondta Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke az erdélyi Torockón, ahol kiértékelték a Torockó Aranyosszék Értékfeltáró Kollégium első egyhetes terepmunkáját. A feltárást magyarországi egyetemisták és pedagógusok végezték. Lezsák Sándor a Népfőiskola Alapítvány elnökeként irányítja a külhoni magyar értéktár bővítését elősegítő programot. A feladat az, hogy a Kárpát-medencét föltérképezzük. 19 kollégium működik, vagy működött, befejezte a munkáját, és két esztendővel ezelőtt kezdtük el, egy 12-15 éve előkészület után sikerült ez, és még következő 10-12 esztendőre van bőven feladat.